Dr. Kalmár Zsolt rendőr alezredes, a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője kapta a városi közgyűlés által alapított évrendőre elismerést. A díjat Székiné dr. Strémi Melinda, Salgó-Tarján polgármestere adta át a kitüntetetnek április 22-én pénteken a rendőrség napja alkalmából rendezett ünnepi állománygyűlésen. Nagyon nagy megtiszteltetés ez. Úgy gondolom, hogy nem csak nekem, hanem annak az egész állománynak, akit vezetek, illetőleg akik ennek az évrendőri elismerésnek az átadásáért úgymond megdolgoztak. Tényleg a rendőri munka egy csapatmunka, nem egyéni sikerek vannak, hanem közösek a sikerek is, közösek a kudarcok is. Azért is fontos ez az elismerés, mert ezt idézőjelben nem a szakma adta, hanem azok az emberek, akik képviselik Salgó-Tarján lakosságát, akikért végső soron mi dolgozunk. 3 éve dolgozom a Salgó-Tarján rendőrkapitányságon, a rendőrkapitány általános helyetteseként és a bűnügyi szolgált vezetőjeként. Nagyon sok siker van a hátunk mögött, illetve hát sajnos kudarcok is, de ez az elismerés, ez mindig egy életszakasznak az elismerését jelenti. Ha a családom nem lett volna mögöttem és szüleim, akkor akik ennek a díjnak biztos, hogy az átadásához hozzájárultak, akkor ez nem jöhetett volna létre nélkülük sem. A jövőre nézve ez egy segítség, egy újabb lökés ahhoz, hogy a továbbiakban is ugyanezzel a hozzáállással és határozott támadó jellegű, a bűnözőkkel szembeni támadó jellegű fellépéssel vigyük tovább ezt a bűnügyi tevékenységet. Én ezúton is meg szeretném köszönni a közvetlen kollégáimnak, helyetteseimnek, állománynomnak és mindenkinek, aki ezt az elismeréshez hozzájárult ennek a átadásához. Az állománygyűlésen városunk polgármestere Székiné dr. Strémi Melinda és a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság vezetője Ponyi Béla rendőrezredes 18 fiatalt részesítettek elismerésben a bűn és baleset megelőzés területén végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként. Valamennyien oklevelet és tárgyutalmat vehettek át. Az állománygyűlésen részt vett Molnár Katalin Kazár község polgármestere és Nagy György Szilaspogony polgármestere, akik a községek érdekében végzett kiemelkedő munkáért elismerésben részesítették Berki Ferenc rendőrzászlós, Bóka István rendőrtörzszászlós és Prém Dorián rendőrtörzszászlós körzeti megbízottakat. Az állománygyűlés végén Ponyi Béla kapitányságvezető gratulálta kitüntetetteknek.